Jó, szervusztok! Újfent találkozunk. És hát most így, augusztus 11-én, a borzalmas meleg napon, 2021-ben, újra szólok hozzátok, mondok valamit nektek. Hát, hogy mire is készül, drága kis háttérhatalmunk, ezek a gonosztevő bajkeverők, arról akarok most beszélni, kicsit részletesebben, ezért is van előttem egy ilyen cetli, nem erről olvasom, csak vannak különböző kis fejezet címek, amelyekből aztán én, hogy ne felejtsem el, persze puskaként használom, amelyekből aztán én kiokumulálom, hogy mit is akarok mondani, hogy értelmes legyen. Kezdjük a leges-leges legelejéről. A retikulumbeli szürkékről van szó, vagy lesz szó. Sokan nem hisznek bennük, sokan nem átalják azt mondani, hogy mi, akik hiszünk az UFO-kban, ez persze magától érthetődően tartalmaz az UFO kutatókat, a spirituális embereket, mint én, mert nem tartom magam UFO kutatónak, illetve konkrétan az idegenekkel foglalkozó egyéb szakembereket. Tehát minket egy kicsikét úgy hülyének is néznek, vagy aki nem is néz hülyének, elkezd félni tőlünk. Tehát retikulum, ezeket a lényeket, amelyeket tulajdonképpen szürkéknek hívunk, ilyen 1,7-1,8 méter magas, nagyjából embernagyságú, néha kicsit nagyobb, mint az ember, ezeknek egy részét, azt a szürkefajt, akiről szó lesz, a gyíkok segítették a világra, ők teremtették, ezek a reptiliánok teremtették. A többi szürkefajról nem esik most szó, van több is egyébként. Ezekről lesz most szó, ezekről a nagy szürke idegenekről, akik a retikulum rendszeréből jöttek. Van egy biorobot szolgálójuk is, ez az 1,2 méter magas biorobot, erről majd a legvégén lesz szó. De ezek ugyanazok tulajdonképpen. Majd azt is elmondom, hogy miért. A többi fajban nem lesz szó. Ezeket valahol le is uralták a gyíkok, tehát egy ideig hagyták, hogy egy szabad társadalomban éljenek. Aztán maguk alá gyarmatosították őket, most már szinte ugyanolyanok, mint a gyíkok. Ezek a gyíkok azonban nem hajtanak végre olyan eltérítéseket, mint a szürkék. A szürkék vállalják az eltérítések jelentős 95%-át, ők viszik el általában asztrásikon, ritkán fizikai is, tehát ritkán fizikai síkon is megjelenek, viszik el az emberkéket. Reptilánok egészen mást csinálnak, ők inkább a gondolatokat manipulálnak, de uralkodó családokban is ott vannak, fizikai síkon is megjelennek, de sokkal ritkábban, mint a szürkék, illetve a szürkék által gyártott hibridek, akikről lesz szó, de már volt is szó. Az itt a baj, hogy ugye nem tudunk, nem látunk dolgokat. Ennek példájaképpen mondani való, az analogia is lesz, első részében elmondanám, hogy 1954 óta tart ez a múzeum. Azelőtt is itt voltak, évezredek óta így jöttek az emberek, de 54-ben konkrétan leszállt egy ilyen idegen delegáció az amerikai Holloman névi bázison, 54. február 21-én, ha jól tudom, és szerződéseket kötöttek az amerikai kormánnyal, amelynek keretén belül egy cserekereskedelem, gyakorlatilag embereket rabolhatnak el majd kényükre, kedvükre, illetőleg az amerikai katonasságnak, a titkos kutatóknak rendelkezésre bocsátanak majd tértechnológiai manipulációra alkalmas tudást, tehát tértechnikai, ez ugye téli utazások is vonatkozik, alkalmas tudást, biotechnológiai fegyverek előkészítéséhez és elkészítéséhez szükséges tudást, illetve antigravitációs hajtóműveket, amivel aztán később a Holdat is szépen leigázták, gyarmatosították. De a lényeg nem ez. 54-et írunk. Már itt voltak 51-ben, csak arról nem tudott az amerikai elnök. 54-ben azért volt szüksége az egész ceremóniára, mert egyébként galaktikus törvényt próbáltak ezzel valamilyen szinten betartani, mert galaktikus törvény, hogy egy adott bolygóról nem rabolhatnak el embereket, csak ha az adott bolygó urai beleegyeznek. Most az urai, tehát most Amerika egyrészt nem az ura. Mi az, hogy az urai? Tehát meg kik ezek az emberek, tehát most akik a katonapolitikai elit, meg az akkori elnök Eisenhower egyébként, a második világháború stávon, Eisenhower elnök, aki 54. február 21-én találkozott velük,
akármilyen nagy stílű ember is volt, nem ő az úr, hát akkor még létezett egy olyan szekció, kelet-európai blokk, aki elvileg nem tudott ezekről. De nem menjünk ennyire előre. 51-ben már itt voltak, 51-ben leszálltak, csak akkor valahol Arizonában, és a titkos kutatók már megegyeztek velük, csak arról még Eisenhower nem tudott. 54-ben a leszállásra azért volt szükség, mert egy galaktikus egyezmény tilt bizonyos dolgokat, tehát hogy nem lehet bolygóról elvinni embereket, csak ha beleegyeznek. Kitalálták szépen ezek a titkos kutatók, hogy jó, már akkor jó lenne az amerikai elnököt, és eddig hülyültünk, eddig 3 éve már hülyítettük itt az amerikai elnököt meg a szenátust, jó lenne őket értesíteni mindenről. És akkor jó, értesítették, ekkor kezdődött el ez az iszonyat, hogy embereket elvisznek, és aztán a 60-as években ez folytatódott, 61, 62, 65, aztán a 80-as évek, vagy 90-es évek elején rengeteg ember, milliószámra vittek el a szürkék, hát ezt is elmondom, hogy miért, de 54 után már a ruszkikkal is elkezdtek foglalkozni. Kanada, Új-Zéland, vagy Britannia, Dél-Afrika, amiről a könyveimben is említést teszek, tehát ez a branch, ez az orosz, új-zélandi, Kanada, Ausztrália, Dél-Afrika, ilyenkik, Amerika benne volt persze, és hát a tudást adtak át, kialakult egy nemzetközi háttérhatalmi űrkutató brigád, akik aztán már 1962-63-ban szépen elfoglalták a Holdat, illetve helyőrségeket voltak képesek létrehozni a 60-as évek közepén, már a Marssal is, azóta ez fejlődött, azóta ez dinamikus, egyre erősebben már mindenféle infrastruktúra van a Holdon és a Marson, elképesztő mennyiségű tudás, mert a 90-es években olyan technológia volt, hogy manipulálni tudták az időjárást. Nem ez a lényeg, most nem kell hinni, nem kell elhinni. Lehet, hogy aki csak azt gondolja, hogy hülyeségeket beszélek, nem ez a lényeg, ennek például a hibridizációs program a lényeg. Ezek a szürkék, mint ahogy sok előadásában említettem is, már máskor is említettem, társaságokban is, ők embereket rabolnak el, férfiaknak implantátumokat ültetnek be, sorsot, és valamilyen szinten a téridőben létező személyiséget is manipulálják, implantátumokkal manipulálják a gondolatait, de a nőknél érdekes módon minden második nőnél, akit elvittek, szinte rákényszerítették, hogy hibrideket szüljön, ilyen óriási kötőtű nagyságú szerkezeteket tesznek bele a nők méhébe, terhes nők méhébe, és a zigótába, a párhetes embrióba próbálnak idegen anyagot belecsempészni, és ezáltal nem csak egy idegen test jön létre, hanem egy idegen lélek is. És ezek a szürke hibridek gyakorlatilag már itt vannak, másod-harmad generációs hibridek is vannak, beépültek mindenhova. Beépültek már a KGB-be, CIA-ba, de találkozunk velük már trafikban, utcán, villamoson. Ezért tudták meghűíteni annyira az embereket, hogy például 2015-ben engedték ezt az őrületes bevándorlást. Hát ezt a 80-as években nem tudták volna megcsinálni. Emberi faj szétrobbantotta volna, pedig már akkor is itt voltak, meg akkor is csinálták a fesztivált, csak hát azért akkor még elenyésző mértékű volt a hatásuk, nem volt ilyen iszonyatos, nem volt ilyen brutális, és valamilyen formában félelmetes az, amit itt csinálnak. Hát ugye az emberi agyat is manipulálják, tömegeket, politikusok agyát, a be nem avatkozás törvényét iszonyatosan megsértik, a széleskörű bűnözés és a társadalmi káosz az, ami nekik kell, az, ami nekik jó, az, ami őket egy az egyben, az életben tartja. Mert barátaim, itt azt kell tudnom, hogy az emberiségnek végül is az a célja, az egész haszna, hogy ezeknek a démonoknak adjunk valamilyen szinten eleséget. Tehát ezek, akik végül is lepaktáltak Amerikával, aztán meg a ruszkikkal, aztán meg még több más nagyhatalommában, meg már minden ország, az összes létező ország politikusait irányítják, ezeknek ez egyfajta ilyen létezési cél, hogy az emberekből energiát nyerjenek. Ezek a gazdaságban mindent felülmúló, mindenkit felülmúló pokoli lények tulajdonképpen azt élvezik, hogy most már lassan az összes ország politikusát irányítják, embereket zsarolnak meg, illetve szabadkönyves, rendes embereket, húsvér embereket megvesznek azért, hogy ezek eladják önmagukat és a társadalmat is, és az emberi fajt nekik számukra. Az emberi faj úgy jó, hogy rossz, tehát az afrikai éhezés, a káosz, társadalmi, az iszonyatos bűnözés, gyerekpornó, vér, szadizmus, kegyetlenségek,
Ez mind azért van, mert ezek a nem itt kell 2-300 IQ-val rendelkező hibridek, meg a mögöttük levő 400-as IQ-val rendelkező reptiliánok, akik egyébként a hibridek is, a reptilek is falakon át tudnak menni, láthatatlanná válnak, embereket tehetnek bénultá, mozdulatlanná, amnéziát okozva, törölhetnek gondolatokat, ültetnek benne más gondolatot, irányítják a politikát, irányítják a káoszt, irányítják az emberek agyát, befolyásolnak, állatokat csonkítanak, embereket tehetnek. De gyakorlatilag ezek egyszerűen ebből élnek, és ezt a fajta rosszat, tehát úgy jó, hogy rossz az emberi faj, ezt a fajta rosszat használják arra, hogy ők a létezésüket biztosítva gyakorlatilag egy kozmikus életmódot valósítsanak meg, mert a szövetséges embereknek, szabott kümeseknek, politikusoknak már megengedték, hogy betekintést láthattak a holdi világban, betekintett Marsra, eljutottak antigravitációs hajtóművek segítségével, az emberek is már, az irányítók is már más világokba, esetleg világegyetem távoli szegleteibe, és nem utolsó sorban ezt az úgynevezett egyezményt használták ki arra, ezt az 54. február 21-i Holloman légi támaszponttól kötött Greadai egyezményt, néven elhíresült egyezményt használva ki arra, hogy itt megvalósítsák az uralmukat. Tehát erről az úgynevezett hétköznapi szürkeeminenciás ember, munkások, katonák, egy része parasztok nem igazán tud. A katonai tisztek benne vannak. Tisztek benne vannak. Nagyon is benne vannak. Nagyon is tudják ezt. És fel is használják majd akkor, amikor esetleg az emberiség egy része majd észhez tér, és a népből választott katonákkal és rendőrökkel lövetnek volna le majd minket. De a lényeg nem ez. A lényeg, amiért ezt az egészet elmondtam, hogy végre logikusan és egységes egészként lássák, az az, hogy most még a bevándorlás után kitaláltak egy olyan dolgot, hogy be kell oltani az embereket most. Én nem akarom ezt a járványt szívni, meg ezt a mögöttes hatalmat állandóan szívni és bántani. Nyilvánvalóan ez a betegség létezik, több ilyen vírus is van, ami hasonló tüneteket produkál, több ilyen vírus van, mint ez a Covid, és hasonló borzalmas démoni tüneteket produkál, ezt a járványt, ezt így ránk hozták. Ez nem létezik, hogy ez a járvány nem lokalizálódik, nem tud megfékeződni. És aznak, hogy az embereket beoltják, hát ezzel nekem megvan a véleményem, mert senki soha nem tudja, hogy mit oltanak bele. Tehát ez valahol egy olyan genetikai átalakulást eredményezhet, ezek az oltások valahol olyan mély genetikai átalakulást eredményezhetnek, amely már azt teszi lehetővé, hogy 2024 és 28 között olyan szinten leuralják az emberiséget, hogy ilyen zombikká válunk, és gyakorlatilag 2030-32-re megvalósulni látszik egy olyan program, hogy átadjuk mindenünket, tehát nem lesz magántulajdon, fizethetek, akársomé, alakinek fizethet, ruhámé, a cipőmé, a radiátoromé, anyám kínja tudja, hogy miért, de ez egy beteg dolog, hogy ebbe belemegyünk, hogy itt össze-vissza oltogassanak bennünket, és átalakulunk itt zombi szinten, zombi programokat teljesítve, átadjuk önmagunkat. Ez az emberi szuverenitás teljes megsértése. Az összes létező szabadság elvétele, az emberi akarat megnyilvánulások teljes semmibe vétele. És, mint mondtam, sajnos ebbe a vezető katona politikai elit, az viszont benne van elég keményen, és emberek, akiket anya szült, nem hibridek, nem úgynevezett szürkék, és egyszerűen érthetetlen, hogy hát igen, egy faj, hogy sikerült ilyenre, hogy elárulja saját magát, elveszi saját magától a létezést, elveszi a hétköznapi emberektől az élet gyümölcsét. Hát az persze a másik fele, hogy én is azt mondom, amit az Enigma vezetője Horváth Zoli, akit sajnos így nem ismerek, de nagyon tisztelek, hogy valahol háttal ülünk a mozival. Tehát ez az, amikor azt mondják, hogy nem kellene hülyének lenni. Tehát azért ennyire nem kellene őket kiszolgálni, hogy akkor én most oda megyek és beoltatom magam ilyen mindenféle akármivel, amiről nem tudom, hogy konkrétan milyen genetikai, strukturális, kromoszomál változásokat idéz elő. Én nem vagyok orvos, nem is akarok orvos lenni, de ez egy elmebeteg dolog, hogy egy valóban létező, meg létezik, vírusra akkor kitalálnak valamit, és akkor amíg a vírus van, azt úgy oltják. Hát a vírusnak meg kéne szűnni, hát az influenza járvány idején is előtte már oltanak. Amikor jön a járvány, leállítják az oltást. Mi az, hogy egy járvány közepében oltunk? Hát azzal ezek a vakcinák, mindegy, hogy most jó vagy rosszabb, az a mutációkat idéznek elő. Tehát nem kellene háttal ülni a moziban, meg hülyének lenni. Hát arról meg nem beszélve, hogy ugye
Én nekem az a véleményem, hogy ez a úgynevezett vallás nevű elmeprogram is valahol már spongyol a nyelven foglalva, velük van, tehát nagyon sok pap, nagyon sok egyházi személyiség, méltóság már azt hadarja, hogy igenis ezt nagyon-nagyon erőltetni kell. Európában erőltetik is most. Macron elnök úr a franciáknál szigorított, de az osztrákoknál is egyre nagyobb szigorúság. Érdekes módon ebben össze tudtak fogni a világpolitikusai Kolumbiától a Fülöp-szigetekig, meg egészen az Antarktisztól, Dél-Afrikától, egészen Norvégiáig. Tehát, hogy ez egy beteg irányítás. Hát az előbb említett Macron művész úr is, meg Merkel is szerintem, lehet, hogy azért most haragusztok rám, de megérdemelni, hogy fejjel lefelé ledobják valamilyen templomban, hogy szép placsanjon, vagy egyszerűen élve elégesség, pedig én nem vagyok ilyen szadista, de ez elme baj, hogy itt mit művelnek, és mit hiszünk el, és mi az, hogy mivel hátulunk a moziban, mi az, hogy nem látunk dolgokat. Tehát ezt azért így nem kéne tűrni, mert ez szerintem, véleményem szerint egy olyan fajta ilyen emberi populáció csökkenéshez fog vezetni, mert ki tudja, kiben mit idéznek elő ezek az oltások, ami aztán majd később, hát majd az emberi faj teljes kihalásához vezető útnak lesz az egyik ösvény később. De hát erre van 10-20 évünk, hát ez lehet, hogy 2040-re itt már ilyen kőkorszaki szinten, meg gép szinten fognak élni emberek. 2030-32 környékén már olyan tervek vannak, hogy amit az előbb utaltam, hogy igenis majd én adjam át ezt, meg azt, meg amazt, meg adjam oda minden, ami van, azért, hogy majd aztán én béreljem. Nem azt mondom, hogy a kommunizmus annyira csúnya eszme volt, csak hát ez egy mocskos, rohadt, bolsevik, aljas dolognak a hatványozott kivitelezés, és tudjuk, hogy a bolsevik kommunizmus az megbukott, mert az emberi faj erre értetlen, illetve éretlen, és értetlen, hát akik meg akarták valósítani, azok is köztörvényes bűnöző szinten lévő erkölcsiségű emberek. Tehát most, de nem is akarok én ebből igazán politikát, én csak azt szeretném, ha mindenki megérteni, hogy nagyon-nagyon-nagyon démon irány felé tartunk. Tehát az emberi magántulajdon elvételéhez, hát egyszerűen nincs jogunk, illetve hát nem értünk meg rá. Ez egyszerűen a mindennek a megcsúfítása, hogy ilyen formán teljesen lehűítve, transzhumánnál alacsonyítanak majd embereket, gépé alacsonyítanak, és gyakorlatilag olyan szinten próbálják befolyásolni, mint mi egy kísérleti egeret, egy kísérleti állatok számára gyártott kis laboratóriumban, amelyekben ugye kettőcegben futkároznak a patkányok és az egerek. Ehhez szerintem így semmilyen hatalomnak nincs joga, még akkor sem, az IQ-ja 300-os. Valaki a valódi Istentől jött, amiről Krisztus beszél, amiről az igazi Krisztus, nem a vallás nevű elmeprogram, amiről Krisztus beszél, meg Buddha beszél, a valódi Istentől jött, akkor annak, ha jött 300-as az IQ-m, akkor én segítem a kis szerencsétlen teremtményeket, odébb teszem, odébb viszem, segítem, hogy kialakuljon bennük az empátia, a magas rendű szeretet, a hitvilág, egymás gondolatainak az elolvasása, kialakuljon bennük az anyag azgatása tudaton keresztül, anyagodéptétele frekvenciákon keresztül, az anyag valódi miben létének a megismerése, az atomi szerkezet megismerése, féreg lyukak megtalálása, amelyen keresztül nem csak egy kiválasztott kis réteg, hanem bárki átjuthat más dimenziókba, teleportációkat, más világon, térbe és időbe utazni, és még egyszer szeretet, empátia, tudás. Nem azért vagyok erős, hogy megverjem a másik embert a diszkóban, hanem azért, hogy ha esetleg látom, hogy bántják, akkor megvédjem. Ez mi? Kik ezek a gazemberek? Mit akarnak ezek? Mi ez? Mi az, hogy ez a vallás nevű elmeprogram Istenre hivatkozva hülyességeket dumál nekünk? Én tudom, hogy beszél Konfúciusz, Lao Tse, Krisztus vagy Buddha. Semmi köze a mai vallásnak ezekhez a nagy és általán tisztelt szentekhez. De azoknak is köze, azoknak a gazembereknek, akik ma politikusoknak nevezik magukat, és mindenféle szarral be akarják oltani az embereket. Ez egy szégyen. És az a szégyen, hogy még ezt eltűrjük. Hát körülbelül ennyi volt. Ennyi volt mostanra. Köszönöm.